hogy ma itt emlékezünk. Felkérem dr. Hende Csaba urat, Magyarország Honvédelmi Miniszterét, hogy mondja el megemlékező beszédét. Látjuk magunk előtt a katonákat, akik összeszorított szájjal felszállnak a vonatra. Látjuk a telesírt zsebkendőkkel a hitleseket, édesanyákat. Látjuk a kicsi gyerekeket, ahogy még az édesapjuk felé mutatják, és az jut eszünkbe, hogy hány